teljesen igaz, hogy ha tökéletes hitünk lenne, és abszolút szuperül egy az egyben tudnánk Istenhez kapcsolni, nem lenne szükségünk pszichológusokra. Így van. Biztos vagyok benne, hogy a Mennyországban én nem pszichológus leszek. Én azt gondolom, hogy Isten örül annak is, hogyha mi haragszunk rá, mert akkor merjük az érzelmeinket megélni vele szemben is. Vannak olyan tetteim, meg olyan dolgaim, amikor egy kicsit nem annyira őszinte a mosolya, vagy nem tudom, de hogy attól még nagyon szeret engem. Tanúságtételt hallottam 3 fiataltól, ami azért volt fontos, mert olyanok voltak, mint én. És láttam, hogy ők boldogok, és hogy arról beszélnek, hogy ők várnak a házasságig, és ők azt gondolják, ez egy nagyon szép és nagyon értékes dolog is, és ezt nem is érdemes máshogy csinálni, hiszen a szexualitásnak a helye a házasságban van, és Isten ezt egy tök jól kitalálta, akkor miért akarunk mi ennél jobbat magunknak. És hát azért nem adtam könnyen magam, tehát én utána oda mentem hozzájuk, 3 voltak, 2 fiú, 1 lány. Te komolyan így élsz? Tehát tudtam, hogy mondjuk párkapcsolatban él az egyik 2 éve, hogy tényleg nem fekszetek le egymással? És mondták, hogy tényleg. És bakker őszinték voltak. És nem eldöntöttem, hanem ez eldőlt, hogy innentől kezdve nekem is így kell élni. És hát innentől kezdve, tehát hogy én már nem voltam szűz, de hogy amit még megértettem, hogy a tisztaság az nem a biológiáról szól, hanem arról szól, hogy hogy döntök ma, arról, hogy hogyan szeretném az életemet csinálni innentől tovább. Mi ezt nem éltük meg ilyen vezekelésként akkor a párommal, és később a többiekkel sem. Tehát egyszerűen, hogyha érted, hogy mit miért csinálsz, akkor annak így... Nyilván nem mondom, hogy egyáltalán nem volt nehéz, soha nem merült föl bennünk, hogy lehetne. De mivel... Tehát mi megtapasztaltuk azt, hogy az, hogy most nincsen szex a kapcsolatunkban, azáltal a kapcsolatunk jobb. Más, de jobb. Tehát, hogy valami igazibb. Attól mentünk közelebb az isteni úthoz, hogy bár Isten teremtette a szexualitást is, de nem véletlen az, hogy Isten ezt a házasságban képzelt el, mert úgy teljesen odaadni egymást magunknak, amit teljes, az csak a házasságban lehet. Mert amíg nem vagyunk házasok, addig ott van az, hogy hát most teljesen odaadom magam neked, de lehet, hogy máskor majd másnak adom oda magamat teljesen, és Isten nem így adta magát nekünk, hogy csak most. Isten örökké teljesen adta magát nekünk. Igen, felmerül az, hogy a Mennyországban is lesz a szex, vagy valami, akkor mi van ezzel? A szex, ami itt a Földön van szex, amit mi meg tudunk élni, a legcsodálatosabb és legfantasztikusabb szex is, csak a lenyomata annak a tömör gyönyörnek, ami odafönt lesz. Például voltam depressziós is, ami egy lelki betegség, mondjuk úgy. Az Isten kapcsolatom, lehet, hogy ezen még dolgoznom kell, de azt gondolom, hogy semmiben nem volt rosszabb ebben az időszakban. Én biztos voltam benne, hogy van Isten, biztos voltam benne, hogy szeret engem, és biztos voltam benne, hogy nem ő csinálja ezt velem, hanem hogy ez most így valami miatt történik. Annyira lehetetlennek láttam ezt a helyzetet, hogy ez hogy lesz jobb, hogy... De ez nem volt tudatos, de kicsit, mintha azt gondoltam, hogy ehhez most így Isten se tud hozzászólni. Tehát, hogy ez most, és ez nyilván ez a depressziónak a beszűkültsége, hogy ez most egy szar helyzet. Nem is tudom, hogy ennek valaha lesz-e vége, ehhez így kell majd hozzászokjak, ehhez nem tudom. Szörnyű volt. Ez most ugrik be, hogy a Péter atyával, aki összeadott minket, volt így a depresszióm alatt több beszélgetésem is, és volt egy dolog, ami nekem sokat segített, amikor azt mondta a Péter atya, hogy azt kellene megértened, Linda, hogy Isten nem azért szeret téged, azért a rengeteg dologért, amit csináltál, és amit fogsz csinálni, és amire te képes vagy,
hanem azért szeret téged, mert szeret téged. Mert a gyermeke vagy, és semmit nem kell tegyél ahhoz, hogy szeret téged.